Robotika. Az ember helyett dolgozó gépekről már az ókorban is álmodoztak. Meg is építették az első automatát, egy színházgépet. Az első igazi robotok végül a szépirodalom szülöttei. A robot szót Karel Čapek cseh író használta elsőként, majd Isaac Asimov a 20. század derekán megalkotta a sci-fi irodalomban működő robotika alaptörvényeit. A 20. század második felében kibontakozó robotika a valóságban az elektronikát, a mechanikát és az informatikát házasító tudományterület. A robot pedig nem más, mint egy olyan független gép, amely képes megváltoztatni a környezetet, amelyben működik. Noha az emberek a legtöbbet az antropomorf, vagyis emberformájú robotokkal, valamint az önvezető járművekkel foglalkoznak, a robotok mára az ipari környezet meghatározó szereplőivé váltak. A gyártási műveleteken kívül fontos szerep jut számukra az anyagkezelésben, ipari diagnosztikában és más monoton és nagy precizitást igénylő feladatokban. Masahiro Mori, világhírű japán robotikus új definíciója szerint a robot egy könnyű gép, melynek 7 meghatározó jellemzője a mobilitás, az egyéniség, az intelligencia, a sokoldalúság, a félig emberi, félig gépi mi volt, az automatizmus és a rabszolgamunka végzés. Masahiro Mori szerint a robot akkor jó, ha már eléggé, de még nem túlságosan emberi, hogy ne váltson ki az emberekből félelmet és viszolygást. Az állati viselkedést és a robotikát ötvöző etorobotika magyar szakemberei a leendő házi robotok formatervezésénél Morihoz hasonló okokból a kutya méreteit és alakját tartják irányadónak.